Köszöntöm a Trió TV nézőit, közéleti magazinunkat látják 2024. július 12-én pénteken 19 órakor. Mutatjuk, mi mindenről szól az e-heti közéleti magazin. 2,5 hónapja még havazott, azóta példátlanul sok hőségnapot számolhattunk Északvasban. Vigyázzunk magunkra és az idősekre, különösen a tartós hőségben. Vízipisztoly csata, az ország 37 fürdője között Bükkfürdő is csatlakozott a rekordkísérlethez. Majdnem végleges a Kossuth utca új utcaképe, gyalogátkelő is készül a Csepregi Egészségházhoz. 5. lett a vasi versenyző, az ország legjobb vadászai versenyeztek Csernál házadamonyán. Kedves nézőink, ez a mai kínálatunk, tartsanak velünk! A harmadik hőhullámot hozta az előző hét. Hőségnap több is adódott, és trópusi éjszakánk is volt a térségünkben. Folytatódik a hőség és a strandidő. Csapadékra nem lehet panasz, sem a nyár első felében, sem a tavaszra visszatekintve. Korai lenne a nyár második felére előrejelezni az időjárást, de a következő percekben erre is teszünk kísérletet. Szinte hihetetlen, hogy nem olyan régen, április legvégén készültek ezek a felvételek a Kőszegi hegységben. Nem csak lepel vastagságban érkezett téli csapadék, hanem 10 cm-nyi hó borította be a tájat. Ez csak az egyik extrém természeti jelenség volt eddig idén. Ugye tavasszal nagyon sok sivatagi porm és homok volt, főleg április elején. Április végén pedig a hegyekben fejre öltözött a táj, ugye az nagyon szép volt, ugye korán indult a természet, kizöldültek a fák, és áprilisban többször is tudtam úgy tudósítani a hegyekből havas tájról, ami azért ritkaság számba megy, mert majdnem, hogy már átnyúltunk a májusba, szóval ott az a hidegebb periódus, főleg a hegyekben azért meghozta a havat is. Igazából még mondtam is így a barátoknak, meg így ismerősöknek, hogy télen ennyi havas tájat nem sikerült fotózni, videózni itt a hegyekbe, mint így a tavasznak a második felében. És hát bizony a tornádóról visszatérve, az pedig június 9-én, ugye itt Narda környékén több mint 15 kilométert tett meg ez a felhőtölcsér, ami rendkívül ritka itt ebben a térségben. Ez egy szupercellához tartozott. Ugye aznap nagyon ideálisak voltak a feltételek ilyen jelenségnek a létrejöttéhez, és hát ki is alakult, úgyhogy nagyon ritka természeti jelenségnek lehettünk tanulni. Szerencsére személyi sérülés nem történt, de Nardán nagyon komoly károkat okozott ez a felhőtölcsér. A többi részen pedig lakott területen kívül vonult ez a tölcsér. Hérin Dávid az oldalamon ugye elérhető ez az összefoglaló is, meg a tornádónak az útvonala is. Ő bejárta és fölmérte a károkat, tehát ezáltal lett meghatározva ez a 15-20 kilométeres sáv, ahol ez a felhőtölcsér többször alányult. Hasonlóra számíthatunk egyébként, mert persze ritka, de lehet, hogy ismerkednünk kell a jelenséggel közelebbről is gyakrabban? Hát ahogyan egyre ugye melegszik ugye a levegő, egyre hevesebbek ezek az események, és én szerintem azért az utóbbi időszakból is, meg a következő időszakban is azért előfordulhatnak hasonló jelenségek, szóval. De ez tényleg minden paraméternek úgy egyeznie kell, szóval ritka, nagyon ritka, aznap tényleg minden együtt állt, és létre is tudott jönni. Vannak ilyen események, egy évben egyszer-kétszer előfordul, amikor úgy adottak hozzá feltételek, de nem alakul ki, hát most kialakult. De ahogyan tényleg, ahogy mondom, egyre melegebb van, ezek a változáshozó frontok egyre hevesebbek, szóval érdemes úgy készülni, meg változik az időjárásunk is, a légkör is, hogy sűrűbben számíthatunk esetleg rá. Az extrém jelenségekkel együtt is rendkívül enyhén kezdődött a tavasz, aztán úgy is ért véget, és azóta is melegünk van. A tavasz egy kicsit ilyen szendvics tavasz volt igazából. Volt egy rekordmeleg, szóval a mérések kezdete óta rekordmeleg márciusunk, ami bőségesen majdnem elment volna egy áprilisi hőmérsékletű hónapnak is. Aztán áprilisnak a végső, vagyis hát a második felében volt egy hidegebb periódus, majd májusra visszatértünk ismét az átlag fölötti időszakra, de rekordmeleg, összegezve a 3 hónapot, rekordmeleg tavaszunk volt. Ebből kiugróan nagyon a március volt, de az április első felében se fáztunk, hiszen több nyári napot sikerült már akkor regisztrálni. Szám szerint már 8-at akkor, úgyhogy. Csapadékban pedig átlagosan telt így a tavaszi hónapok. Márciusban volt egy pici pozitív anomália ilyen szinten, de az április és a május a
ott nagyjából ugye az átlagot hozta egy csapadékban a térség, úgyhogy azért jó vízkészlettel tudtunk nekivágni ennek a melegebb periódusnak. Ezen a nyáron már nem először érte el hőhullám térségünket. Hát ez most itt jelenleg a térségünkben a harmadik hőhullám. Az első kettő azért nem tartott olyan hosszan, mert ott egy ilyen hideg front előtti bemelegedésről volt szó. Most azért ez egy tartósabb hőhullám lesz, kisebb lehűlésekkel, majd a hétvége folyamán, de ez a lehűlés is csak annyira lesz kisebb, hogy a 37 fokból visszahűlünk majd ilyen 29-30 fokra, és a jövő hét az gyakorlatilag ismét a hőségről és a hőhullámról fog szólni így az előrejelzések szerint. Úgyhogy még jelen ki fog tartani ez a rendkívül meleg nyári időszak. De ezen nincsen semmi meglepő, hiszen július közepét érjük. Csapadékot illetően hogy állunk? Mert azért láttam a napokban, voltak ilyen lokális zivatarok, azok érkeztek. Ilyenre számíthatunk ebben a pár napban? Igen. Szóval közel lesznek itt a változáshozó hidegfrontok itt az Alpokalja térségébe, és ezáltal azért számíthatunk majd közben egy-egy ilyen kis behullámzásra így a frontokból, és ez pedig ideális táptalajt biztosít a záporok zivatarokhoz. Ezek ugye nagyon lokális csapadékot okoznak, szóval néhány négyzetkilométeren, de ott jelentős 20-30 mm-nyi csapadék is lehullhat. Ez jellemezte amúgy a nyárnak az első hónapját is. Sűrűn esett, főleg június első felébe, ott azért rendkívül csapadékos volt az időszak, aztán szépen kezdtünk úgy kiszáradni, és megjelentek már ezek a lokális zivatarok. Előtt azért nagyobb területen fordult elő csapadék, és hát a július hónapunkat pedig pont ez határozta meg, szóval 125 mm csapadék hullott itt Kőszegen az én mérőpontom, ami bőven az átlag fölötti mennyiség. Hogy milyen időjárással folytatódik a nyár, azt még nem lehet prognosztizálni. Legfeljebb a sok évi észlelések nyomán tudnak előrejelezni a szakemberek. Hát kiindulva az előző évekből, szerintem a nyár azért sosem hozott csalódást így a nyárkedvelőknek. Mindig megjött a meleg, tavaly egy picit lassabban ment, mert azért a júliusnak az utolsó hete, arra úgy emlékszem, hogy ott azért rendkívül hideg volt. Most a nyárnak a legmelegebb időszakát éljük jelenleg, de nem zárható ki, hogy lesz még ennél akár melegebb időszak is majd a következő részekben, mert hát szerintem még csak a járnak a felénél tartunk. Az augusztus pedig azért általában szárazabban szokott elni, és akkor ugye szokták mondani, hogy a nyárzáró hidegfront, meg stb. Ugye az 20-án megérkezik, és onnantól lehűl a levegő, de ezt se mondanám 100%-ra, mert tavaly is hiszen rekordmeleg szeptemberünk volt, szóval érdemes úgy készülni, hogy azért jó idő lesz még így a nyár folyamán. Több hőségnap előfordult, ugye kicsit azért hűvösebb volt a június, ugye a csapadéknak köszönhetően, főleg az első fele, de a második fele már hozta az elvárt hőségnapokat. Most szám szerint most meg nem tudnám mondani, hogy mennyi, de 10 fölött vagyunk itt jelenleg a térségben, és hát ezek most a következő napokon bőven gyarapodni fog. És most már volt egy trópusi éjszakánk is itt a városban, ami azért úgy azért ritka itt ezen a tájegységen, mert ugye a trópusi éjszakáról akkor beszélünk, amikor ugye a hőmérséklet ugye nem csökken 20 fok alá, és folytatódik most jelenleg ezeknek a napoknak a gyűjtése. Hőségnap, meg forró nap, most jelenleg erre számíthatunk. Ugye forró nap, meg 35 fok feletti hőmérsékletről beszélünk akkor. Úgyhogy gyűlnek szépen most ezek a számok, aztán majd a következő nyári összegzésnél majd összeadjuk, és elemezzük, hogy telt ez az éjszak. Óránként inni egy pohár vizet, könnyű ételeket és sok gyümölcsöt fogyasztani. Ezek a legfontosabb tanácsok a hőség átvészelésére. Érdemes megfogadni ezeket a tanácsokat nem csak saját magunk, hanem idős hozzátartozóink egészségének érdekében is. A Büki idős otthon homlokzata kevésbé melegszik a délelőtti órákban, hiszen árnyékos ez az épületrész. Ezek az ablakok azonban a reggeli órákban már direkt a napsütésben melegednek. Ilyen fekvésű ablakokat a napsütéses órákban már érdemes elsötétíteni, és ahogy egyre melegebb az idő, zárva tartani. Ez csak egy a sok jó tanács közül, amelyekkel megkönnyíthetjük saját magunk és a meleget különösen nehezen viselő idős hozzátartozóink mindennapjait a kánikulában. Ugye az idős szervezetet sokkal jobban megviseli a hőség, illetve ez a nagy meleg, hiszen a szervezetünknek a hőszabályozó mechanizmusa időskorban már azért nem úgy működik, mint egy fiatal szervezet esetében. Ezért van az, hogy az idősek nem érzik magukon azt, hogy ők szomjasak, és ezért van az is, hogy ők kevésbé izzadnak,
és mivel kevésbé izzadnak, ugye nem is tudnak távozni a méreganyagok, és emiatt nem is érzik azt, hogy ők szomjasak lennének. Tehát ezért kell nekünk tudatosan, itt, akik itt dolgozunk, illetve a hozzátartozók otthon is figyelni az idős hozzátartozójukra, mert ők önmagukon nem veszik észre a kiszáradás jeleit. Én azt tudom tanácsolni mindenkinek, amit mi is itt végzünk a munkatársaimmal, óránként legalább egy pohár vizet itatni, akkor is, ha nem szomjas, mert nyilván nem szomjas, az én anyukám szintén mindig ezt mondja nekem, kisám nem vagyok, nem baj, édesanyám, akkor is kell inni egy pohár vizet, legalább. Gyümölcsöket, annak is nagyon jó a folyadéktartalma, sőt az ásványanyag tartalma is. Könnyű ételeket, ne egy nehéz fűszeres ételeket együnk ilyenkor a nagy melegben. És hát természetesen tartózkodjunk attól, hogy nem is feltétlenül a déli órákban, de úgy általában a melegebb időben. A szellőztetést oldjuk meg éjjel vagy reggelente, ilyenkor már aztán ne nagyon szellőztessünk, hogyha nagyon besüt a nap a házba. Nálunk itt a legnagyobb szerencse az, hogy a fekvése olyan az épületnek, hogy nem nagyon süt be a nap a lakószobákba, de hát tudnak az időseink nagyon szépen pihenni, nem csak a déli órákban, illetve fent a főbejáratnál lévő gangon tudjuk, ilyenkor délelőtt, reggeli után ki tudnak odaülni, egy kicsit beszélgetni, frissebb a levegő, jobb még ilyenkor, és aztán délután, illetve a délelőtti óráktól már aztán bent tartózkodnak a lakásban. Akkor különösebb programokban ilyenkor nem gondolkodtok, ha jól sejtem? Hát nem nagyon tudunk ilyenkor. Nem is szeretnénk, mert az még inkább megterheli a szervezetet. Pláne ugye, hogyha általában már időskorban azért vannak bizonyos alapbetegségek is, amik még inkább befolyásolják a hőháztartást, egy magas vérnyomás, egy cukorbetegség. Tehát, hogyha annak ki van téve a szervezet, plusz még jön ez a nagyon nagy meleg, akkor már nem nagyon érdemes bármilyen olyan fizikai mozgást vagy fizikai munkát sem végezni időskorban, ami még inkább megterheli a szervezetünket. Egyszerre egy időben a legtöbb vízipisztoly csatázó elérése volt a Magyar Fürdőszövetség célja, immár másodszor. A csatához csatlakozott a Büki gyógyfürdő, ahol kicsik és kicsit nagyobbak egymást vették célba. Országos rekord nem dőlt, de ez nem von le semmit a hangulatból. Az időjárásra nem lehetett panasz, strandoláshoz ideális időben zajlott a második országos vízipisztoly csata. A Fürdőszövetség rekord kísérletéhez csak nem 40 fürdő csatlakozott az országból. Ahogy tavaly, az első rekord kísérlet alkalmával, úgy idén sem maradt ki a Büki gyógyfürdő. Természetesen nem gyógyvíz került a pisztolyokba, hiszen a beltéri és szabadtéri résszel is működő 14-es medence volt a csata helyszíne. Online már jó előre invitálták a résztvevőket, és az sem maradt fegyver nélkül, aki az utolsó pillanatban értesült a csatáról, hiszen helyben kapott vízipisztolyt, akinek kedve volt csatlakozni és így hűsölni a hőségben. Pontban 14 órakor rajtolt a csata, a szabály szerint legalább 5 percen, de ajánlottan 15 percen át kellett folyamatosan vízipisztoly csatázni, nem csak itt Bükön, hanem minden csatlakozott fürdőben. Az online közvetített eseményen helyben és központilag online is számolták a résztvevőket. Látom, hogy van nálatok vízipisztoly. Készültetek? Mire készültetek? A vízipisztoly csatára. És jót harcoltatok? Igen. Hova céloztatok? Apára meg anyára. Örültek neki? Nem. És honnan jöttetek Bükkürdőre? Győr, és Szárból. Szoktatok ide járni? Igen. Anyát megkéritek, hogy nyilatkozzon? Igen. Akkor anya, légy szíves. Kimondottan a vízipisztoly csatára jöttetek? Igen, és egyébként Győrből érkeztünk. És szoktatok járni Bükkürdőre? Csak ide járunk. És miért? Azért, mert kislányaimnak ez a kedvenc helye. Mert itt minden megtalálható, minden korosztálynak. És tényleg ez a legjobb medence? A legjobb, ebből lehetne több és nagyobb. A tavaly felállított 5900 fős országos rekord nem dőlt meg, hiszen a csatlakozott fürdőkben összesen 5500-an vízipisztolyoztak egyszerre. De ettől függetlenül, aki csatlakozott, az jól érezte magát. Természetesen Bükkfürdőn is, ahol 150 vízipisztolyt osztottak ki a csatára. Munkaterület a leendő Büki bölcsöde helye,
Odúval bővül a Büki Művelődési Központ, habparti a strandon, aratóünnep a Termál téren, és folytatódik a Bükkfürdő Live. Rövid hírek és programajánlók következnek. Július 5-e óta munkaterület az óvodával szemben lévő közművesített telek, ahol egy évvel ezelőtt még az egykori tűzoltó szertár állt. Vagyis hamarosan már nem csak tervrajzokon lesz látható a Büki bölcsöde. A négy csoportos intézmény Csodaország része lesz. A kivitelezése 240 nap áll rendelkezésre, tehát július 5-től. A bölcsödei nevelés éppen 10 évvel ezelőtt kezdődött Bükön, a bölcsi ünnepélyes alapkőletételét pedig várhatóan július 23-án tartják majd. Odúval bővül a Büki Művelődési Központ. Nem nagyszabású átépítés, hanem kisebb átalakítás nyomán igyekeznek kuckót biztosítani a kamasz korosztálynak. Folytatódik a sok éves hagyomány, arató ünnepet tartanak Bükön. Már kijelölték a learatandó táblát, és feltehetően az érkező aratóbandák tagjai is készülnek július 13-ára, amikor egy év után ismét előkerülnek a kézi aratáshoz szükséges szerszámok. Az ünnepi szentmise után színes menet viszi majd az aratókat a Termál térre, amely először lesz helyszíne az arató ünnep színpadi programjainak. Népzene, néptánc és aratóbál is része lesz a 33. arató ünnepnek Bükön. Tűzoltókat várnak a Büki gyógyfürdőbe, samponnal érkeznek majd, hiszen ahogy tavaly is többször, idén is habos játszóteret varázsolnak majd a kis úszómedence mögé. A július 13-ai hétvége a habos játszótér mellé több más programot is ígér, nem csak a legfiatalabb strandolók számára a fürdő területén. Zárul a foci EB, a döntőmérkőzést közvetítik a Termál téren a Bükkfürdő Live rendezvény sorozat részeként. Ez persze csak egy lesz a rengeteg program között, amit kínál a tér. Júliusban és augusztusban is az operetté a szerda, a népzenéjé a péntek és a komoly zenéjé a vasárnap a Termál téren, ahol könnyű zenei programok sorának is helyet adnak, valamint kézműves időtöltésre is van lehetősége a helyieknek és a városban nyaraló vendégeknek egyaránt. Az aktuális programokról heti bontásban is készül ajánló, azt a Turinform irodában kell keresni. A teljes live programsor pedig elérhető a bükkfürdő.hu internetes oldalon. Gyalogátkelő építés, parkrendezés, fekvőrendőr és okospad telepítés számos elemből áll össze a 600 millió forint támogatással megvalósuló csepregi városfejlesztés, amely látványos szakaszához érkezett, hiszen az erre haladó és az itt várakozó autósoknak, valamint gyalogosoknak is kényelmesebb lett a Kossuth utca városközpont felüli szakasza. A terület még nincs teljesen kész, hiszen a polgármesteri hivatal és az egészségház között gyalogátkelő készül, és a zöld területek rendezésével pedig meg kell várni az ehhez alkalmas időjárást. Idáig elért már a munka. Ott jártunk, kor a falu múzeum előtt igazították helyükre a vízelvezetővé összeálló térburkolat elemeket. Ez a néhány centiméter hiányzik már csak ahhoz, hogy házfaltól házfalig megújult utcán közlekedjenek a csepregiek és az erre haladók. Komplex tervezés eredménye a már körvonalazódó új utcakép. Talán fogalmazhatok úgy is, hogy szívünk csücske ez a projekt, aminek a része a Kossuth utca is, tehát ugye a Top Plus élhető városról beszélünk, ami egy 600 millió forintos keretösszeg. Ebből és még sok másból valósult meg ez a szakasz. Hogy pontosan hogyan is tevődik össze, akkor ezt röviden kifejteném, hiszen az Cseprváros önkormányzata is hozzátette a magáét. Tehát ahhoz, hogy egy ilyen mintautcával rendelkezhessünk, hogy faltól falig egy gyönyörű szép képet mutatunk, ami úgy gondolom, hogy minden egyes lakónak a megelégedéséül szolgál, és mindenki egy ilyen szép utcára vágyna. A kép még ugye nem teljesen teljes. Most, amit látunk, ha végig megyünk, az ágyások még ugye gazosak. Tehát ez most ugye a földben lévő mindenféle fű, ami felnőtt. Tehát nem ez lesz a végleges állapota a zöldítésnek, hiszen most az időjárás nem alkalmas arra, hogy a fákat erültessük, illetve ugye szép gyepet tudjunk majd gondozni. Ez majd az őszi időszakot fogja takarni, amikor nyilván erre az időjárás alkalmas is lesz. És hogy visszakanyarodjak az elejére, egyrészt onnan indultunk, hogy Csepregváros önkormányzata hozzátette az önerőt, körülbelül egy 25 millió forintot ahhoz, hogy a kétoldali járda is térkövesen megépülhessen. Ehhez kapcsolódott a
Top Plus projekt, amiből a kétoldali parkolás szintén ugye térkövezéssel valósul meg. Ez 33 darab parkolóhely kialakítását jelenti. Nyilván közben láttuk, hogy szükséges a már elhasználódott, elkorodálódott vízbekötések cseréje is, úgyhogy ezt a Vasi Víz Zrt-vel együttműködve szintén kicseréltük, hogy később ne okozzon problémát, hiszen amit látunk, az, hogy van egy gyönyörű szép aszfaltos útfelületünk is. Itt kapcsolódott be a Magyar Közút, a Magyar Falu Program sikeres pályázatának köszönhetően, ők pedig biztosították azt, hogy nem ezen a 180 méter hosszúságba, hanem ők egy picit tovább, hiszen úgy szép az utca, ha a torkolattól jövünk el. Tehát így azt jelenti, hogy 260 méter hozzávetőlegesen az a szakasz, ami új aszfaltburkolatot kapott, mellette pedig ugye teljes egészében megújultunk. És nyilván ezzel még nem ér véget ennek a szakasznak a kivitelezése sem, hiszen megvalósul egy korábbi kérés. Tehát azért is mondtam azt, hogy valahol a szívünk csücske ez a projekt, hiszen számos olyan lakossági igény, kérés bele lett fogalmazva, bele lett építve a pályázat beadásakor, ami a korábbi közmeghallgatások során előjött. Gondolok itt arra, és azzal kötöm össze a saját gondolatomat, hogy a hivatal és az egészségház között ugye gyalogátkelő hely létesítése kerül kialakításra, tehát ennek az első kapavágásai már láthatóak, és mögöttem pedig a háttérben ugye az, hogy a falu múzeumunk előtti rész is meg fog újulni, tehát itt is hozzá épülünk az új út burkolathoz, és ha ezekkel a folyamatokkal végeztünk, akkor nyilván a projekttel pedig haladunk tovább, és érkezünk a következő projekt helyszínekre. A teljesen megújult Kossuth utcai szakaszon kívül több más terv is szolgálja az élhető és fenntartható célt Csepregen. Következő etap az óvoda és az iskola közötti szakasz, hiszen ott fekvőrendőrök kerülnek kiépítésre. Korábban évekkel ezelőtt talán fogalmazhatok így is, ugye, amik voltak lefúrva, azok tulajdonképpen ugye felszakadoztak és felszakadtak, feljöttek, tehát nem volt kellően alkalmas a funkciójának a betöltésére, így most ugye épített fekvőrendőrök fognak oda is elkészülni forgalomlassítás céljából, ezt követően pedig megkezdődik majd a Bognár Ignác utca út és csapadék vizelvezetésének teljes rekonstrukciója, ami szerintem szintén egy sokak által várt projekt eleme ennek a projektnek. Itt szeretném megköszönni Ák Péter országgyűlési képviselőnknek, államtitkár úrnak, hogy minden támogatást megadott ahhoz, hogy ez a projekt ilyen sikeresen tudjon végigfutni Csepreg városában, és hogy miért is mondom, hogy végigfutni, hiszen futunk is a projekttel, párhuzamosan is a projektben is, mert hogy ha elkészült a Bognár Ignác utca, megyünk tovább, a Malomkertben készül majd ugye futópálya, és kicsit ott is megújítjuk azt a milliót, amiben jelen pillanatban úgymond tündöklünk, aztán ezt követően pedig ugrunk egy picit, és megyünk az Alsóvárosi Parkba, ott pedig teljes egészében újra gondoltuk a parknak a funkcióját, tehát lesz egy kis növénysarok, kiülő, kis fedett lehetőségek, új padok, új burkolatok, sétány, újrafásítás, tehát szerintem rá sem fogunk ismerni hónapokon belül az Alsóvárosi Parkra. Tehát én úgy gondolom, hogy amit lehetett, azt ebből a projektből kihoztuk, és ki is fogjuk hozni. Gondolok itt még arra, hogy a főtérre majd okos padokat is fogunk telepíteni, tehát nagyon sok mindenre gondoltunk, és bízom benne, hogy még számos ilyen projektre fogok tudni beszámolni a későbbiekben is. Heves vármegye vadásza nyerte a Hivatásos Vadászok Országos Szakmai Versenyét, amit Csernelháza Damonyán rendeztek. A vasi versenyző az 5. helyen zárt. A vadászkamara hagyományos éves megméretetésén idén minden vármegyéből az ottani válogató győztesei, tehát 19 induló versenghetett, hogy 2 nap alatt kiderüljön ki 2024 legjobb hivatásos vadásza. A Hivatásos Vadászok Országos Szakmai Versenye az Országos Vadászkamara legnagyobb hagyományokkal rendelkező és legkomolyabb rendezvénye. A Csernelháza Damonyai országos megmérettetésre 19 versenyző érkezett. Az első nap főként elméleti feladatokkal kellett megküzdeniük a résztvevőknek.
Az első versenyszáma a elméleti napnak az a 100 kérdéses elméleti teszt. Ez egy nagyon széles körű tudásanyagból összeválogatott feladat. Ezt egy óra alatt kell megoldani a versenyzőknek, egy feleletválasztásos tesztről van szó. Mindig különös hangsúlyt fektetünk arra, hogy legyen vadászati kultúrával, vadászirodalommal, vadászati képzőművészettel kapcsolatos kérdés ebben a tesztben. A aktualitásokon és a vadászati kultúrán túl természetesen ebbe azért más egyéb részeiből is kérdezünk a szakmának, így például vadbiológiai kérdésekre is kitérünk, illetve, mint ahogy már az afrikai sertéspest is kapcsán említettem, a vadegészségügynek is nagyon nagy hangsúlyt szentelünk, mint hogy ez sajnos egyre inkább értenie kell, ez is a hivatásos vadászoknak. A versenynap második feladata az interaktív teszt, vagy más néven videóteszt, ami ugyan egy helyiségben, egy szobában ülnek a versenyzők, de mégis inkább egy gyakorlati feladatnak fogható fel, ugyanis itt rövid bejátszásokban konkrét a gyakorlati szakmában szükséges tudását vizsgáljuk a versenyzőknek, tehát itt a látott bejátszások alapján trófeabírálati feladatot kell végezzenek, esetleg találatjelzéseket kell felismerjenek, védett fajokról készült felvételek alapján a fajt kell azonosítani, illetve beleszoktunk csempészni ebbe a feladatba a biztonságos fegyverkezeléssel kapcsolatos bejátszásokat és a vadászetikával kapcsolatos bejátszásokat is. Ezt egyébként a versenyzőknek a kedvenc feladata szokott lenni az elméleti teszttel szemben. Az interaktív tesztet mindig nagyon szokták szeretni és élvezni a versenyzők, és nagyon nagy kihívásnak tartják, és mindig úgy nyilatkoznak, hogy ebből rengeteget tanultak. A harmadik versenyszám az a vadászati kultúrának egy speciális elemére koncentrál, egy vadászkürttel kapcsolatos versenyszám. Itt először a versenyzőknek 5 vadászkürt és kultúrájával kapcsolatos kérdésre kell válaszolniuk, szintén az elméleti teszthez hasonlóan feleletválasztós kérdések szerint, aztán pedig 5 vadászkürt szignált kell azonosítaniuk és felismerniük. Ez szintén egy nagyon kedvelt feladat szokott lenni. Ezt követte a vadegészségügyi ismereteket igénylő feladat. Jellegzetes tüneteket mutató fényképek alapján kellett felismerni a vadbetegségeket. Az utolsó olyan versenyszám, amelyben a teremben ültek a versenyzők, egy összetett természetvédelmi feladatsor volt, ahol képek alapján kellett védett vagy vadászható, de ritka állatokat felismerni. Ráadásként pedig hangjuk alapján emlősöket és madarakat kellett azonosítani. A első versenynap az már egy lépéssel a második gyakorlati versenynap felé vezető feladattal zárul, ez pedig a vadászkutyafajták felismerése. Itt élő felvezetett kutyák fajtáját kell felismerni és hajszál pontosan teljes fajtanévvel megnevezni a versenyzőknek, ami szintén azt gondolnánk, hogy azért a vadászkutyafajtákat döntően mindenki ismeri, és ez nem tűnik egy annyira nehéz versenyszámnak, de minden versenyen, így a mostanin is általában a adott vármegyei kinológus kolléga segítségével nagyon jó, igazán ritka és igazán különleges vadászkutyafajtákat szoktunk tudni felvonultatni, amik azért komoly kihívást jelentenek a versenyzőknek. A vadászkamara számára a hivatásosok versenye mindig is fontos esemény volt. A hivatásos vadászok versenye nagyon hosszú múltra tekint vissza. De azt kell mondanom, hogy ebben a történetben két időpontot kell kiemelnünk. Az egyik 2017, amikor tartalmilag, formailag, szervezés szempontjából ez a versenysorozat megújult, illetve most itt Vas megyében ez a negyedik olyan verseny, amit szintén egy teljesen új életközeli formában próbálunk megrendezni. Azt kell mondanom, hogy a magyar vadgazdálkodás előtt álló feladatok eredményes megvalósításának egy kulcsa, hogy az ehhez kötődő személyi állomány az a megfelelő színvonalú legyen, és ezek nem mások, mint a hivatásos vadászok.
A kétnapos rendezvény nem csak egy verseny. Ilyenkor lehetőség van tapasztalatcserére, szakmai konzultációra és személyes kapcsolatépítésre is. Én azt gondolom, hogy soha nem volt szükség annyira, és nem volt soha olyan fontos megrendezni ezeket az országos hivatásos vadászversenyeket, és nem csak az országos, hanem a megyei válogató versenyeket, mint mostanában. Nagyon fontos. Ez azért jók ezek az országos versenyek, vagy egyáltalán a hivatásos vadászversenyek, mert itt azért kidomborodik az, hogy látszik az, hogy mégiscsak vannak olyan kollégáink, akiket érdemes megmutatni, és érdemes a, úgymond lehet, hogy rossz szó, de érdemes a kirakadva kirakni azért, hogy lássák azt, hogy miről szól ez a szakma. Én szerintem nagyon-nagyon fontos most és a jövőben is, hogy ez így menjen tovább, és úgy gondolom, hogy nem csak idáig, hanem a vadászkamara úgy tűnik, hogy a jövőben is nagyon-nagyon sokat és egyre többet fog foglalkozni a hivatásos vadászokkal, tehát letéteményesei ennek a szakmának, és ő rajtuk fog múlni az ország vadgazdálkodása, ez egészen biztos. A Csernelháza damonjai versenyen a résztvevők főként a fiatalabb, de már messze nem kezdő korosztályból kerültek ki. Olyanok mérettették meg magukat, akik már több éve dolgoznak terepen, és komoly szakmai tapasztalatot szedtek össze az elmúlt években, de érdekli őket minden, ami vadászattal kapcsolatos. Érdekes egyébként ez a szakma önmagában véve, hiszen ha kikerül az iskolapadból egy ifjú hivatásos vadász, és a szolgálati területén elkezd dolgozni, akkor gyakorlatilag, ahogy telnek az évek, 5-10-15-20 év, ha ott ledolgozza a karrierének a jelentős részét, alapvetően a vadász területének vagy a szolgálati területének válik a specialistájává, ebből adódóan a szaktudása is, meg a gyakorlata is gyakorlatilag arra a szolgálati területre fókuszálódik, oda tevődik. Ebből adódóan nyilvánvalóan általában véve az általános lexikális tudása, egyéb gyakorlati tapasztalata is erre a vadászterületre fókuszálódik. Éppen ezért a vadászkamarának abban is felelőssége van, hogy azoknak a kollégáknak, akik éreznek magukban annyi ambíciót, hogy ne csak a vadászterületüknek, csak a szolgálati területeknek éljenek, hanem egy picit szeretnék megmutatni magukat akár 5-10-15-20 év után is mondjuk a többi kollégának, egy picit szeretnének mondjuk egy nagyobb média visszhangot, hogy megismerje őket jobban a vadásztársadalom, akkor ők eljönnek erre a versenynek. Ezért gondoljuk azt, hogy a vadászkamarának, mint egyébként minden más szakmának is megvan a maga nívós szakmai versenye. És bár nem 2800, sajnálatos módon nem 2800 hivatásos vadásszal versenyzünk, hiszen ugye ennyi hivatásos vadász van az országban, ez egy viszonylag szűk kör, aki képes és vállalja ennek a versenysorozatban való megmérettetést. A második nap a gyakorlati feladatokról szólt. 13 helyszínen akadályversenyszerűen járták körbe a területet a vadászok. Az első megállónál versenyzőknek a növényismereti tudásukról kell számot adniuk. A versenyszámban 10 faj felismerését kell helyesen elvégezniük. A 10 fajból 5 darab fásszárú fa, illetve cserjefajaink. Igyekeztünk olyan fajokat választani, amelyekben állományalkotók is találhatóak. Vannak kifejezetten jellegzetes, akár ifjának választott kísérőfajaink, illetve vadgazdálkodási jelentőséggel bíró cserjefajok. A következő 5 darab növényfaj, amit meg kell ismerni, ezek termesztett növényfélességek, vannak gabonafélék, másodvetésként, tehát zöldítésben alkalmazott növények, gumós növények, illetve ezen termesztett növényféleségek magjai. Teljes felszerelésben bő 4 órán keresztül járták körbe a Répce völgyét. Nyílt terepen is, erdőben is voltak feladatok. A napon a hőséggel, az erdőben a szúnyogokkal kellett megküzdeni a versenyzőknek és a versenybíróknak. A feladatok között többek közt növény és fegyverismeret, trófeabírálat és még vadkárszámítás is szerepelt. A 3-as számú standon vagyunk, ahol fegyver és lőszerismeret lenne a versenyzőknek a feladata. Lőszereket és olyan eszközöket kell felismerni, amik a mindennapi vadászathoz szükségesek.
vagy éppen a fegyver működését, működéséhez elengedhetetlenek. Tehát ilyenek például lőszer, lőpor, hangtompító most már, ugye, ami elengedhetetlen, hát nem elengedhetetlen, de most már engedélyezett, meg ezt a fegyvert, ami itt van, ennek egy pontos típusát kellene felismerni. A verseny elején mindenki kapott egy listát, milyen fajtájú, mekkora trófeájú vadat kell keresni és elejteni. Az elejtés azt jelentette, hogy 5 helyszínen az elhelyezett trófeákat fel kellett ismerni, minősíteni kellett és megbecsülni a súlyukat. Ha volt egyezés az elején megkapott listával, akkor kispuskával, bukócélra lőhettek a vadászok. Az ide érkező hivatásos vadász versenyzőknek 5 az erdőben elhelyezett trófeát kell megtalálniuk, illetve azonosítaniuk, lőhetőséget megállapítani, korosztályt megállapítani, illetve a becsült trófea tömeget, vagy a muflonnál a csiga hosszot. És ezekből a paraméterekből levont következtetésekkel el kell dönteniük a lőhetőséget, és választhatnak mind az 5-ből, hogy melyiket szeretnék elejteni, és a velem szemben levő bukó célokat a trófeák sorrendjébe lőhetik le, minthogyha a vadra tennének egy célzott lövést. És ezért ugye pontok járnak. A verseny Vas vármegyei szempontból is sikeres volt. 5. helyen végzett a szombathelyi erdészeti ZRT hivatásos vadásza. Így a második nap után éreztem, hogy ez a második nap, ez tényleg jól sikerült. Az én mumusom az mindig az elméleti rész, illetve a nagyon lexikális tudást igénylő dolgok, amik az első nap lezajlottak. Olyan nem érzek olyan ambíciót magamba, hogy erre tényleg igazán föl tudjak készülni, és hát elég nehéz is felkészülni. Itt a napi aktualitásokban bizony nagyon komolyan ott kell lenni. Igazából kedvenc állomást, illetve feladatot nem nagyon tudok kiemelni. Nekem a gyakorlati feladatok fekszenek, azokat szeretem, és általában azok jól is szoktak sikerülni. A szervező munkák egy évvel ezelőtt már elkezdődtek, de a verseny előtti napokban nagy sürgés forgás volt a Répce melletti területen, különösen amiatt, hogy bő egy héttel a verseny előtt a pálya egy része még víz alatt volt. A terület házigazdájaként és mint a gyakorlati versenyútvonalát biztosító cégvezetőjeként ezúton tudom bejelenteni, hogy balesetmentesen minden probléma nélkül és határidőre sikerült végrehajtanunk a mai versenyfeladatokat. Mind a 13 állomáson végigment a 19 versenyző. Köszönöm a mai napot a versenyzőknek, de köszönöm az összes segítőnek, köszönöm azoknak is, akik most még nem lesznek itt az eredményhirdetésen, hiszen itt ma reggel 5 óra óta 11 néhány ember dolgozott a pályáknak a berendezésén, pedig nagyon sok mindent előkészítettünk. Köszönöm a hivatásos vadász kollégáknak, a saját kollégáimnak is, azoknak, akiket más helyről kértünk meg ennek a munkának az elvégzésére, de köszönöm a valamennyi szervezőnek, és mindenkinek, aki annak érdekébe tett, hogy ez a kétnapos verseny így lebonyolódjon. Kedves nézőink, ennyi fért közéleti magazinunkba. Új összefoglalóval legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, addig is tartsanak a Trio TV-vel. Műsorainkat megnézhetik interneten a www.triotvdunantul.hu oldalon, és megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunantul címen. Ha első kézből értesülnének friss beszámolóinkról, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, érdemes. Munkatársaim nevében megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!